A művelődési ház azért van, hogy ide minden felekezet jöjjön, sőt, ki kell jönni a párt rendezvényekből is. Mindenki tudja, sok. És ez a civil öntudat, az annyira fontos. Szóval ez jó, hogy most itt vagyunk, és hogy ilyen sokan vagyunk. Piros pont tényleg minden szervezőnek, és mindenkinek, aki itt van, munkanap után, itt vannak, itt vagytok, nagy megtiszteltetés nekem. Ezekkel a gondolatokkal kezdte előadását Pap Miklós, görög katolikus lelkész. A szeretet komplexitásáról tartott előadást, ami a Házasság hete 2023 rendezvénysorozat alkalmából várta az érdeklődőket a Szekszárdi Babics Mihály Kulturális Központban. A lelkész vallja, akárhogyan nem leszünk boldogok, maga a cél igényel tőlünk egy bizonyos életstílust. Vannak nagyon szép régi hagyományai az egyháznak is, meg a magyar népnek is, és itt van ez a házasság hete, ez a Szent Bálint nap, Valentin nap, ami egy új hagyománynak tűnik, és lehet, hogy némelyek gicsesen ünneplik meg, de ez egy jó kis hagyománynak tűnik, szóval érdemes fölvenni, és azért bátorkodtam, hogy utazom én messziről is, csak legyenek ilyen szép esték. A téma, amiről szeretnék beszélni, ez a szeretetnek a komplexitása. A szeretet nem egyszerű. Ha egyszerű lenne, akkor nem lenne ennyi nehéz házasság és ennyi válás. A szeretet egy komplex dolog. És ezt a komplexitást szeretném körüljárni, hogy a szeretetnek van erósz oldala, erotikus oldala, vegyük komolyan a testi gyöngétséget, van intellektuális oldala, vegyük komolyan, hogy a házastársammal legyek barát is, baráti viszonyban is, és van spirituális oldala, agapé oldala is. És ez a három fajta szeretet, az olyan, mint egy három lábú szék, ha bármelyik billen, akkor az egész dől. Úgyhogy a jó házasságban ennek a szeretetnek a komplexitására kell figyelni. Akárcsak az életkornál, egy kapcsolatnál is felvetődik sokakban a kérdés, mi a recept, mitől működhet jól és tarthat egy életen át? A házasság egy misztérium. Egy férfi nőnek egy csodaszép misztériuma. És nem tudjuk megmondani, hogy melyikünk házassága pontosan miről szól, egy misztérium, és hagyjuk meg misztériumnak. Recepteket, azért tanácsokat tudunk adni, hogy a férfi egy kicsit így működik, a nő egy kicsit így működik, a konfliktus kezelésnek körülbelül ilyen szabályai vannak, hogy hogyan kell szeretni, a szeretet öt nyelve, hogy figyelj oda, hogy a párodnak milyen szeretet esik jól, hogy a sebekből hogyan van gyógyulás, milyen lépcsőfokokkal kell kijönni a mélypontról, a házasság mélypontjairól. Recepteket tudunk adni, és azt is tanácsoljuk, hogy a humán agy olyan, mondják az agykutatók, hogy egymástól tudunk tanulni, egymást tudjuk másolni, hogy tanuljunk egymás házasságából. És nekem vesszőparipám, hogy az élet minden területén úgy haladunk előbbre, ha az elitet figyeljük, akik jól házasok, jó szakemberek, jól keresztények, jól viszik azt a daganatot, a keresztutat. Tehát akik jól csinálják, azokat érdemes nézni. És a házasság területén is érdemes az elitet sasolni, és kicsit tőlük tanulni. Mindig megkeresnek, kérdések vannak, akár személyesen, akár e-mailben, utána intimebb kérdések mindig vannak. De mi a legjobban szokott esni, hogy jaj, ha én ezt hallottam volna 20 évvel ezelőtt, ha ezt az én férjem is hallotta volna. Tehát azért jók ezek az esték, hogy az okos ember előre okos, nem utólag. Tehát előre, hogy mindegy 5 éves házas vagyok, 10 éves, 25 éves házas vagyok, hogy mi van nekem még, hogy előre én hogy legyek okos a hátralévő évekre, évtizedekre, és ne utólag. Szóval szeretem az ilyen hozzászólásokat, hogy jaj, de jó lett volna ezt hamarabb hallani, hogy drágáim, azért vagyok itt, azért szervezzük ezeket az alkalmakat, hogy előre legyünk okosak. És bizony, sokan szeretnének előre okosak lenni. A kölcsönös odafigyelés egy fontos dolog lenne, az előrefele visz minden kapcsolatot. Olyan sok mindent fogok mondani, olyan tömény vagyok, mint amikor a feleségem elküld öblítőjét, hogy valami töményet, és otthon higítja. Szóval én nagyon tömény leszek, és remélem, hogy itt különböző korú párok lesznek, különböző fázisban, van akik kézenfogva, van akik annyira nem kézenfogva, de hogy különböző fázisban is, ha jönnek, de tömény leszek, és remélem, hogy kap mindenki egy-egy olyan bekezdést, amiért érdemes végigülni egy ilyen előadást. Nyilván én lelkészként hiszek abban, hogy nem csak annyiról van szó, hogy én okoskodok a saját házasságomból, mint görög-katolikus pap a saját házasságomból példákat mondok, hanem hiszem azt, hogy itt a Szentlélek vezet mindenkit. És hogy Pap Miklósnak a vetítésein, a dadogásain keresztül azt a gondolatot, azt az előrébb vívő bekezdést meghallja mindenki, amit neki itt meg kell hallania. Velem is el szokott szaladni a ló, belemelegszem, akkor mondom. De hát az élet olyan, hogy egyszer úgy sem lehet mindent, hanem az emberi figyelem körülbelül másfél órát bír figyelni, egy jobb figyelem másfél órát, többet nem érdemes. És akkor Böjte Csaba szokta mondani, hogy az élet olyan, mint amikor tojásrántottát sütünk, hogy
kevergetni kell, mert odakoz már. Tehát, hogy most hallunk egy órás ilyen előadást, egy hónap múlva egy másik fajta előadást. Tehát az életünk ilyen, hogy kicsit mindig kevergetni kell azt a házasságot. Kicsit mindig tanulni kell, kicsit mindig meg kell újulni, kicsit nézni másokat, hogy kik hogy csinálják, hogy kicsit kevergetni kell a házasságunkat. Ennél a kevergetésnél pedig az a legfontosabb, hogy mindkét fél egy irányba kevergessen a kanállal. Ha ez valamiért megakad, akkor érdemes sokat beszélgetni, hiszen a megfelelő kommunikáció elengedhetetlen egy jó kapcsolatból.